A koncertcitara egy olyan különleges hangszer, amivel több szólamot is meg tudunk szólaltatni, akár egyszerre is, a húrok segítségével. Ez igazából egy nagy áttörés volt az összes citera között, mert általában ezek az ütős citerák voltak jelen mindenütt a világban, még Németországban is egyébként, egy olyan 200 évvel ezelőtt. És akkor, amikor ez a citera bejött, ez teljesen forradalmasította a citeráról való egyáltalán felfogást, meg egyáltalán a játék módját, mert ugye a többi citeránál, és ebben benne van a mi magyar citeránk is, ami itthon van, igazából egy állandó kíséret szól a prímhúrokhoz. Itt is megvannak a prímhúrok, és itt is megvannak a kísérőhúrok, csak hát az a különbség, hogy a kísérőhúron is akkordokat fogunk hozzá. Tehát ez inkább hasonlít egy, ha most a hangszerekkel összehasonlítanánk, egy zongorához, már nem a hangzása, hanem egyáltalán a játékmódja, mint például a citeráéhoz. És hát sokan már, sok helyen felléptem már ezzel a hangszerrel, külföldön is, meg Magyarországon is, és mindenhol igazából megcsodálták, meg rácsodálkoztak, mert nem nagyon ismerik ezt a hangszert. Bajorországban elég sok van belőle, csak ott másik hangolásban játszanak. Az egyik húr az másképpen van hangolva, egyébként a kísérőhúrok teljesen ugyanazok, és ezen kívül még Svájc és Ausztria. Ugye a Steyr az onnan ered, hát az osztrák eredetet feltételez a dolog. Magyarországon nagyon kevesen játszanak citerán, éppen azért, mert nem tartozik a legkönnyebb hangszerek közé. Ahhoz, hogy valaki megtanuljon rajta játszani, kemény munka árán érheti csak el. Nagymányokon találkoztam ezzel a hangszerrel először, amit itt nálunk nagyon hibásan sokszor Steyr citerának mondanak, de az igazi neve az, hogy koncert citera. Ez a Steyr citerának az egyik fajtája, tehát ennyi köze azért van a Steyr citerához. És hát annyit szeretnék esetleg még róla elmondani, hogy Nagymányok, én egy idős úrral találkoztam, aki ezt a hangszert játszotta, én se hallottam előtte erről a hangszerről soha, de aztán nagyon-nagyon megszerettem. Ő vett rá egyébként, hogy kezdjek evel foglalkozni, én előtte már gitároztam, úgy gondoltam, hogy a gitár az nekem elég. És hát amikor aztán azt mondta ez az öreg úr, hogy már több tanítványa volt, de még senki se tudott megtanulni citerázni rajta, akkor az már egy feladat volt a számomra, és éppen ezért belekezdtem én is. És sajnos már csak másfél év adatott meg, mert ez az úriember, ez a Kretzer Szepi bácsinak hívták egyébként, érdemes elmondani a nevét itt. Ő csak másfél évig tudott engem tanítani, mert meghalt, sajnos gyógyíthatatlan beteg volt, és hát én utána, ami utána következett, azt magamtól szedtem. Én előtte, mivel ő egyébként ráadásul még vak ember is volt, tehát nem látta húrokat, én úgy tanultam tőle, hogy nem láttam, tehát nem a kottából. A kottával csak később kezdtem el foglalkozni, citerakottákkal. Én először fül után tanultam meg tőle, ahogy ő tanította. A tapasztalat azt mutatja, hogy az ember hallás alapján hamarabb megjegyzi a dallamot, és gyorsabban vissza tudja játszani, mintha írott alapon egy kottából tanulná meg. Az igazi nehézséget azonban az okozza, hogy a hangszer alkatrészeit csak külföldről lehet beszerezni. A mostani tanítványaimnak is természetesen most azért oda tesszük a kottát és megmutatjuk meg mindent, de azért nagyon jó, hogy nagyon szerettem, hogyha megtanulják kívülről és tudják fejből az egészet, mert az egész más játékstílus tud képviselni. Bonyhádon jelen pillanatban most két tanítványom van, most még van egy üres hely, mert igazából a legnagyobb probléma az pont maga a hangszer. Mert hangszert azt nem nagyon lehet találni, sőt, húrt se nagyon lehet, húrt azt nem lehet Magyarországon kapni hozzá, azt külföldről kell hozatni. Ezek speciális acélhúrok, amik ezeken vannak, teljesen más, mint az összes más húros hangszeren. És hát
jelen pillanatban a zeneiskolától, a Bonyadi Zeneiskolától kaptuk ezt a három citerát, és ezen eddig voltak tanítványok. Hát volt, aki kiment és abba hagyta, úgyhogy most éppen van egy üres, erre még keresek egy tanítványt. Különleges hangzása miatt lehetetlen pótolni a citerát a szólamok közül. Egyéb hangszerrel helyettesítve nem lesz ugyanolyan a mű akusztikája, mint az eredetinek. Mindenki azt gondolja, hogy ez egy népi hangszer, ami egyébként igaz is, de nagy zeneszerzők is használták, tehát nagy zeneszerzők is írtak erre kimondottan darabokat, és ezek már rendes ilyen citera kottába vannak leírva. Ami nagyon érdekes, hogy például mondjuk a legismertebb példa erre Johann Strauss-nak a Mesék a Bécsi Erdőből című műve, amelyben két ilyen citera szóló is volt, és hát nagyon sok helyen nem tudják megoldani a citera betétet, és ezért próbálják mással helyettesíteni, próbálták már például hárfával, meg hegedűvel, picikátóval, de hát nem úgy szólt, soha nem kapta el. Ezt a hangszint, ezt nem tudja más hangszer, és ezt nem véletlenül írta maga Strauss is erre a hangszerre, és ezért. És hát ezért, de nem csak ő, hanem több más zeneszerző is írt még erre a hangszerre. Én ezzel a hangszerrel Kairóban játszottam, például a kairói filharmonikusokkal, mert őnáluk sincs ilyen hangszer, ez egész Egyiptomban nincs. Úgyhogy sok felé jutottam. Nagyon sokat köszönhetek egyébként ennek a hangszernek. Minél fiatalabb korban kezd el az ember citerán játszani, annál hamarabb tehet szert különleges kézügyességre és koordinációra, ugyanis a húrok pengetése és lefogása egy elég összetett mozdulatsor. Már ötödikbe kezdtem ezt a hangszert, mert a német tűvácsi ajánlotta nekem, és nekem tetszett, mert ez egy ritka és szép hangszer, és még akkor ismertem meg, és azóta már 6 éve játszok rajta, 5 éve. Már az iskolában, évzárókon, ballagáson, és egyszer egy színházba is felléptem. Egyedi hangzása miatt a mai napig utánozhatatlan és kihagyhatatlan szólamot képvisel egyes művekből.